Egy korábbi videóban már bemutattam, hogy nem is olyan nagy ördöngösség, nyomtatott áramköri lapot rendelni Kínából. Számtalan nyákáruház közül válogathatunk az interneten kedvünkre. Az egyik legnagyobb gyártó a PCBV, akitől kiváló áron és minőségben tudunk projektjeinkhez nyomtatott áramköröket rendelni. Legutóbb a Sanguino projekthez rendeltük meg a fejlesztői panelt és a breakout boardot. A megküldött nyákok minősége kiváló volt, szemre semmilyen komoly problémát nem lehetett találni a legyártott lapkákkal kapcsolatosan. Akit részletesebben is érdekel a rendelés folyamata és a kártyák minősége, annak javaslom megtekintése a nyák rendelés Kínából című videót itt a csatornán. Ebben a videóban most az építése fókuszálunk, és megnézzük, hogyan tudjuk megépíteni a Sanguino fejlesztőpanelt és a hozzá tartozó kibontókártyát. Kezdjünk is hozzá! A PCB től megrendelt Sanguino nyomtatott államköű lapra először a tüske kell felforrasztani, mivel ezen keresztül tudjuk majd a panelt a kibontókártyába dugni. Ezután következik az ellenállások, kondenzátorok, ledek és különféle áramköri alkatrészek és csatlakozások beültetése. A 40 lábú lemezes IC foglalat beforrasztásánál figyeljünk arra oda, hogy a foglalat egyik oldalán látható apró mélyedés egyezzen a nyákon látható szitanyomattal. Végül, amikor vezérlőt óvatosan nyomjuk a lemezes foglalatba, igyekezzünk nem eltörni vagy hajdítani a vezérlő lábait. A panel részletes összeszedéséről már készült korábban videó itt a csatornán, ezért azt javaslom megtekinteni, ha további részletekkel lennénk kíváncsiak. Ha elkészültünk a panellel, akkor már csak az usb TTL soros programozót kell a Sanguino-hoz csatlakoztatni, és az Arduino ide segítségével feltölteni a Blink példaprogramot. A szoftver környezet konfigurálását a jobb felső sarokban megjelenő linkre klikkelve részletesen is megtekinthetjük. Ha az ismerős ledvidlogást tapasztaljuk, akkor kijelenthetjük, hogy sikeresen megépítettük az első szangoinó panelünket. A kísérletezés sajnos azonban megnehezíti az a tény, hogy a dugdósós próba panelen rengeteg helyet elfúl a szangoinó, sőt nem is férünk minden lábához hozzá. Erre több megoldás is kínálkozik, de talán az egyik legjobb, ha egy úgynevezett kibontó kártyát is építünk. A Sanguino Breakout Board megépítéséhez a nyomtatott áramkörű lapon túl szükségünk lesz még 4 darab 2-pólusú és 4 darab 8-pólusú egyenes csavaros nyák sorkapocsra, valamint 2 darab 40-pólusú egyenes egymásba tolható tüskesor ajzatra. Az első lépés itt is a tüskesor ajzat hozzáforrasztása a kártya felső részéhez. A 40 pórusú egyenes tüskesorajzatot ajzatot legkönnyebben úgy tudjuk mérete vágni, ha azt a furatokhoz igazítjuk, majd az utolsó utánit megjelöljük. A csípőfogóval pontosan a jelzés mentén az utolsó utáni tüskénél vágjuk ketté a sorkapcsot. Azért ne a tüskék között vágjunk, mert így biztosan nem fog megsérülni a számunkra fontos utolsó ajzat. Mind a két sorkapocs méretre igazítása után forrasszuk fel őket a nyomtatott áramkörre. A következő lépés az egyenes, 8-pólusú, csavaros nyák sorkapocs beültetése. Az alkatrész lábtávolsága követi a nyák 2,54 mm-es furattávolságát, ezért azt könnyedén a furatokhoz kell tudnunk illeszteni. Egyedül csak a sorkapocs orientációjára kell odafigyelnünk, hiszen praktikus, ha a vezetékeket leszorító csavarok oldala kifelé néz. Miután mind a négy sorkapcsot a panelbe illesztettük, következhet a forrasztás. A nyolc pólusú csavaros terminálok után most a két pólusú egyenes, furatszerelt sorkapcsokat kell a panelhoz forrasztanunk. Itt is csak arra kell odafigyelni, hogy a vezetéke csatlakozását biztosító oldal kifelé nézzen. Mind a négy csavaros terminál beültetése után el is készültünk a Sanguino panelt fogadni képes kibontó kártyánk építésével. Próbáljuk ki a breakout boardot. Csatlakoztassuk a 8 pólusú csavaros nyák sorkapcsokhoz, a rátolható 90 fokos ellendarabokat. Ezután óvatosan dugjuk a Sangoinó panelt a kibontókártyába a tüskesor ajzatokon keresztül. A teszteléshez kössünk be egy ledet, a fekete vezetéket a földhöz, míg a vörös vezetéket a Sangoinó 13-as lábához csatlakoztassuk a csavaros terminálok segítségével. A szanguinó panelra előre fel van már töltve a blink példaprogram, aminek hatására a vörös ledünk ütemes villogásba kezd, amint a tápot a panelhoz csatlakoztatjuk. Ha ez mégsem történne meg, akkor először a csavaros termináloknál keressünk érintkezési hibát. A vezetékek megigazítása után szinte biztos, hogy felragyog ledünk parányi fénye, és ez egyben azt is jelenti, hogy elkészültünk. Minden rendelkezésünkre áll, hogy ötleteinket megvalósítsuk a fejlesztő segítségével. Remélem tetszett ez a videó, és sokaknak megjött a kedve egy Arduino alapú fejlesztőpanel megépítéséhez. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, sziasztok!